Ma reggeli baleset, amiben egy menetrendszerint közlekedő autóbuszjárat és egy személygépkocsit érintett, egyelőre még tisztatlan körülmények között történt. Annyi bizonyos, hogy a balesettel érintett személygépkocsi Nyírád felől Halimba irányába közlekedett, és vele szembe haladt a busz. Az is tény, hogy a személygépkocsi tért át az autóbusznak a sávjába, és ott történt az ütközés. Balesetben a személygépkocsi vezetője életét vesztette, a buszon a járművezetőn kívül még 4 utas tartózkodott, közülük egy fő könnyű sérülést szenvedett. Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személygépjármű ütközött Szőcs és Nyírád között szerdán reggel. A helyszínre az ajkai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a beavatkozás során a gépjárműből egy embert feszítővágó berendezés segítségével szabadítottak ki. Róla a mentőszolgálat szakemberi megállapították, hogy a helyszínen életét vesztette. Eltákos tűzoltó hadnagy szóvő, Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.